Salkaházi Sára Katolikus Iskola 2016. szeptember óta kezdte megműködését az Esztergom Budapesti Főegyházmegye alapítása nyomán. Nagyon fontos számunkra és kiemelkedő célkitűzésünk az inkluzivitás, az integráció, a sajátos nevelési igényűek speciális ellátása, és mindenben a nevelési feladatban nagyon-nagyon fontos a katolikus vallásnevelés, ami az iskolában 2016 óta megkezdődött. A tanulókon keresztül szeretnénk ezt az értékrendet és ezt a szemléletet családok felé is továbbítani. A katolikus nevelés értékrendet ad, igazodást és lehetőséget arra, hogy a szeretetet, békét megteremthessük az életünkben. Ez bemutatásra kerül a hittanórán, szakkör keretében, személyes példákon át, mert a gyerekek számára fontosak a példaképek. Jézus Krisztus és követői ezt kiválóan példázzák. A tanításban átadjuk, hogy a Jézusi minta szerint éljenek és cselekedjenek. A mai nap sok gyermek a keresztség szentségéhez járul. A nagy létszám alapján is látható, hogy a gyerekek és családjuk fogékonyak a szeretetteljes jóra, amely maga a keresztség üzenete. A keresztség elkötelezettséget jelent ennek megvalósításában életük során. Valóban meglepő, hogy ennyien keresztelkednek, ez is mutatja az előbbiek alapján, hogy a mai világban mennyire fontos a szeretet. Meghatottság, az öröm, a valamire való vágyakozás, ami átjárja a személyiségüket. Izgalommal várták a mai nap szentségi megélését. Így gondolkodnak róla, idézem a gyerekektől származó mondatokat. Az imádság által Isten segít nekünk. Jobb emberré válhatunk a keresztség által. Jézus tárt karokkal vár minket. A keresztelés hatására az emberekben változás és megújulás történik. Az iskolai hitoktatás élményét örömmel osztják meg a gyerekek otthon, és így ők is érdeklődő nyitottsággal vannak a hit iránt. Ez tapasztalatom szerint erősíti a család szeretetben való együttlétét, hisz a gyerekek hitéleti öröme kihat a családra. Összességében elmondhatom, hogy a hitereje és öröme segíti ezeknek a családoknak a mindennapi békés életét. A szülők szívesen és aktívan vesznek részt a keresztény közösségi rendezvényeken is. Tanítóként és hitoktatóként a keresztény nevelés az én legnagyobb küldetésem, ehhez az erőt Krisztustól kapom, ez az én személyes feladatom.